csapata. Két év Covid után milyen érzés, hogy a szurkolókkal ünnepelni, várni a dobot, vagy a győztesnek lenni? Minden jobb, tényleg ez a legjobb érzés, amikor ők is itt vannak velünk, és ennyire boldoggá tudjuk őket tenni, és mindig támogatnak minket, és mindenhol ott vannak. És szerintem látszik is, hogy mi is ezt élvezzük a legjobb, hogy velük ünnepelhetünk. Esélyesek voltatok, de azért nem adta könnyen a szembenedek ezt a meccset. Mivel tudtátok megnyerni? Igen, nem adták könnyen, erre számítottunk is. De mint mondtam az előbb is, mi úgy jöttünk ide, hogy nyerni szeretnék, és nyerni fogunk, és nem akartunk, hogy ez kérdés legyen. Úgyhogy úgy érzem, hogy ez sikerült, amiért jöttünk, a szerettük, és nagyon boldogok vagyunk. Jó ez a kórus, nem? Nagyon szeretjük őket. Köszönöm. Nagyon boldogok vagyunk. Köszönöm szépen, gratulálok. Hát azt hiszem, ezek nem azok az érzések, amit meg lehet tudni, de milyen újra átélni? Szerintem ezt szavakkal nem lehet elmondani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy két magyar kupát tudtam nyerni így 22 éves koromra. Azt gondolom, hogy fantasztikusan beletette mindenki a részét. Ez egy hatalmas küzdelem volt, tudtuk, hogy nem lesz nem lesz könnyű meccs. Voltak hullámvölgyeink, de én azt gondolom, hogy nagyon jól összeálltunk egy csapatként. Motiváltak voltunk nagyon, egész héten nagyon rákészültünk erre. És szerintem megérdemelten nyertünk. Köszönöm, Dalma, köszönöm.